Köszöntöm Önöket! A 3 millió fontos nagy vonatrablás ügyében továbbra sem sikerült eredményt elérni az angol rendőrségnek. Jó estét! Ennek ellenére eljött ma este a stúdióba. Jó estét! Sir Harold Geppi, a Scotland Yard helyettes vezetője. Jó estét! Jó estét, Sir Harold! Jó estét! Ha megengedi, azért néhány kérdést föltennék a vonatrablással kapcsolatban. Hogyne! Éppen ebben az ügyben nyomozunk, de egy valamit szeretnék rögtön az elején tisztázni. Annak ellenére, hogy vonatrablásról beszélünk, valójában egyetlen vonatot sem raboltak el. Tudom, ez első hallásra ellentmondásosnak tűnik, hiszen az újságokban mindenütt az áll, hogy vonatrablás, és közben meg az összes vonat megvan. Nos, aminek nyoma veszett, azt inkább úgy szoktam nevezni, hogy a vonat tartalma. Mondja, ön szerint kik követték el ezt a szörnyű büntettet? Arra gyanakszunk, hogy tolvajok lehettek. Meg is mondom miért. Az egész módszer nagyon ismerős korábbi rablásokból, amelyekről utóbb szintén bebizonyosodott, hogy tolvajok követték el. Mit gondol, ki lehet a bűnözők mögött? Hát mi? Méghozzá elég sokkal lemaradva. Nem tudjuk utolérni a gazembereket. Én arra gondoltam, hogy önök szerint ki az a szervező zseni, aki kitervelte a bűntényt. Nos, úgy gondoljuk, hogy ezúttal egy lámlenge irányított a háttérből. Egy lámlenge? Igen, egy lámlenge. És tulajdonképpen mi az a lámlenge? Már vártam a kérdést. A lámlenge kifejezést a Scotland Yardon a lángelme helyett használjuk, hogy ne keserítsük el a kollégákat. Hiszen lelkileg nagyon megviselhet egy nyomozót, ha tudja, hogy egy lángelme ellen kell küzdenie. Éppen ezért ezzel a lámlenge szóval próbáljuk becsapni magunkat. Sajnos hiába. Értem. Ugyanakkor jó eredménnyel használjuk az azonosító berendezést. Ön ismeri? Ez az, amellyel össze lehet rakni egy bűnöző arcát, ugye? Nem egészen. Ezzel csak a bűnöző arcának a képét lehet összerakni. Magát az arcot. Sajnos nem. A berendezés segítségével egyébként sikerült egy igen jó portrét készítenünk a Canterbury érsekről. Tehát őkegyelmessége az első számú gyanúsított? Mondjuk inkább így, őkegyelmessége az, akit jelenleg félholtra verünk a Yardon. Biztos, ami biztos. Így most már egyáltalán nem hasonlít a képre. Mondja, Sir Harold, igaz, hogy az ellopott pénz egy része megkerült? Az igaz, igen. És mit csinálnak vele? Igyekszünk hamar elkölteni. Tudja, rövid az élet, de amíg tart, legyen vidám. Nem igaz? Köszönjük, Sir Harold.